Sziasztok, üdvözöllek benneteket! Rengetegen vagytok itt, akik csalódtatok már MLM rendszerben. Mi is ezek közé az emberek közé tartozunk, hiszen nem az első céggel dolgozunk együtt, és mindig olyan okai voltak a munka megszüntetésének, vagy a szétválásnak, ami vagy pénzügyi, tehát hogy drágák voltak a termékek, találtunk valami kivetni valót magában a rendszerben, amit az elején azt mondták, hogy ezt majd milyen könnyű lesz áthidalni, vagy pedig egy olyan extra info jött be, ami konkrétan megölte azt, amit mi elterveztünk, és ezért nem tudtunk normálisan haladni, valamilyen plusz kitétel a cég felől, tehát ehhez már ugye kellett valamilyen tapasztalat, és sok évet eltöltöttünk így MLM-ben, és valahogy mindig kiderült, hogy nem úgy jöttek össze a dolgok, ahogy kellett volna. Volt olyan, amikor azt mondták, hogy aki komolyan gondolja, az csomaggal indítja el a szisztémát, és kifizettem 160 ezer forintot egy csomagra, és tudtam, hogy nem fogom elhasználni a dolgokat, és azt próbálták velem elhitetni, hogy el lehet adni ezeket a termékeket, és akkor visszajön az ára a csomagnak, és nem leszek mínuszba, persze ki lettek dobálva a termékek, mert lejárt a szavatossági idejük, aztán a következőnél, ahol már a Timivel együtt indultunk, ott azt mondták, hogy ingyenes a regisztráció, ez valóban így is volt, és amikor találkoztunk a felső vonallal, aki amúgy egy nagy vezető volt, illetve mindig az a cégnél, tehát találkoztunk a felső vonal, és ő meg közölte, hogy 400 ezer forint lesz az első bevásárlás, mert hogy ehhez ennyi kell konkrétan, hogy normálisan lehessen indulni, és meglegyen minden termékünk, meg minden készülékünk ahhoz, hogy ez normálisan tudjon működni, és tudjuk ezt az egészet csinálni. Na hát ennyit az ingyenes regisztrációról. És érdekes módon valahogy mindig kiderülnek a turpisságok. Tehát nem olyan egyszerű eladni a termékeket, értékesíteni kell, lehet, hogy online, ezt én aláírom, de attól még értékesíteni kell, és valahogy ez elveszi az emberek kedvét. Tehát amikor az egy dolog, hogy amikor belegondolsz abba, hogy ki lesz az első csatlakozód, azok nem fognak csatlakozni 90%-ba, tehát ez benne van, ezen már azért mi is túl voltunk, hanem az, amikor átbeszéltek valamit, megbeszéltek valamit a felső vonalon, hogy ti mit szeretnétek, ezt hogyan lehet megoldani, stb. És bólogat, hogy igen, 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 ez így tökéletes lesz, aztán amikor ott van, hogy elkezditek összerakni, akkor pedig az, hogy hát de várjál, hát erre még figyelni kell, és akkor itt bejön egy ilyen plusz info, és kiderül, hogy a nem kell értékesítenél mégis össze kell rakni egy bizonyos vásárlói kört, akik ráadásul tőled vásárolnak, hogy neked könnyebb legyen. Én azt mondom, hogy nem érdemes kamuval indítani egy közös karriert, hiszen ha már az elején megy a susmus, meg nem játszunk tiszta lapokkal, akkor a későbbiekben ez csak rosszabb lesz, és folyamatosan jönnek majd elő ezek a dolgok, és ez miatt megszakítottuk több céggel is a kapcsolatot. Tök jó termékeik voltak, lehetett volna vele pénzt keresni, nem túl egyszerűen, mert drágák voltak a termékek, bárki bármit mondta, nem tudom, egy termék, hogy háromszoros bolti áron van, az drága, és azt az emberek nem fogják megvenni, és azt viszont nehéz lenyomni a torkukon, hogy mondjuk az egyik rendszernél 240 ezer forintos saját forgalmat kell összerakni ahhoz, hogy kapjál egyáltalán jutalékot, meg akkor vagy a kemények között. Ez van alapon, ezt kell szeretni, tehát én értem, hogy ez miért volt, meg értem, hogyha nyilván az elején azt mondják, hogy figyelj, össze kell rakni egy vásárlói kört 240, meg aztán utána még rá kell tenni még 240 ezerért vásárlásokat, akkor nem fognak elkezdeni ezzel az emberek foglalkozni, mert csak az jár a fejükben, hogy hogyan fogja összerakni a vásárlói kört. A másik, ami a halálom, úgymond, az értékesítésnek az erőltetése, és ugye vannak olyan emelek rendszerek is, amikor direkt az értékesítésre mennek rá, és ahhoz, hogy mondjuk saját kedvezményeket kapja, el kell érni egy bizonyos eladást, és ráadásul olyan termékekkel foglalkoznak, ami nem is fogy el minden nap. Tehát nem, szintén nem szeretnék céget mondani, és próbálom, azért gondolkodok ennyit, hogy nehogy kimondjam a nevét véletlenül, tehát mondjuk konyhai kiegészítőt, ha onnan veszek, és olyat, amit tudom, hogy tovább kell tartsam, mint egy hónap, akkor nem veszek a következő hónapba is ugyanolyat, vagy másikat, hanem
hanem az akkor tudom, hogy van. Ha meg elromlik egy hónapon belül úgy, hogy szerintem tovább kéne tartania, mint egy hónap, akkor szintén nem fogok onnan venni, mert akkor meg szar. Tehát, na mindegy, ez az én véleményem, ezt én vállalom, ezért meg lehet engem kövezni. Én azt mondom, és erre is építjük alapból a stratégiánkat, hogy az MLM az nem az értékesítésről kell, hogy szóljon. Tehát az MLM az egy piszkosul egyszerű dolog, tegyünk pénzt a cégnek a zsebébe. Paf. Ez ennyire egyszerű. Hogy ezt hogy csináljuk meg, az viszont a saját dolgunk, szerintem. Tehát a cégnek tök mindegy, hogy ő most honnan kapja a bevételét. Ha van bevétele, akkor visszahoz belőle, ha nincs bevétele, nem oszt vissza. Hogyha elkezdesz egy ilyen céggel dolgozni, és tudsz a cégnek a zsebébe pénzt rakni, akkor abból vissza fog adni neked. Ha nem tudsz, akkor meg nem fog visszaadni semmit, mert ő sem kapott, ő sem ad alapon. Tehát ez így egy viszonylag egyszerű dolog. Ha én nem teszek le semmit az asztalra, ami a cégnek jó, akkor a cég sem tesz vissza az én kis székemre, ami meg nekem jó. Tehát erről ennyit szerintem ezt mindenki érti, hogy ez hogyan is működik pontosan. Viszont nagyon sokan elkezdtek értékesíteni, és azt mondják, hogy egy MLM az arról szól, hogy értékesítsél, és akkor a vásárlóidból lesznek majd a csapattagokból kívánnak azok, akikkel valóban lehet dolgozni, és ők is elkezdenek vásárlói kört építeni, és akkor majd milyen jó lesz neked. Hát egy nagy szart lesz, jó? Mert ez soha nem fog megtörténni, vagy ha megtörténik esetleg, akkor meg olyan irgalmatlan hosszú idő alatt, hogy addigra 10-szer megy el a kedved. Ez nehéz. Tehát az, hogy te elkezdj eladni az embereknek valamit, az nehéz. Nem azért, mert hogy ők nem akarnak jó termékeket, nem azért, mert ő nem szeret minőséget használni, és ugye ez szokott lenni a nyomógomb, ezer ilyen SMS, már nem, messenger üzenetet kapok, hogy látom a Facebook profilod, és ígéresnek tűnsz, és tudok neked mutatni egy olyan termékcsaládot, ami számodra biztos, hogy jó lesz. Hát ezzel pont háromszor sértett meg, na végül is mindegy. Sértett volna, persze ő nem tud, mert nem adok másnak a véleményére, főleg ismeretlenül. A lényeg az, hogy az embereket nem érdekli az elején a termék. Tehát elmegy a rossz, na mindegy, rossz mamba a DM-be, megvásárolja a vegyszermentes cuccokat, megvásárolja a magas minőségi terméket, megvásárolja a drága arckrémeket, kozmetikumokat, tehát meg tud venni mindent normál esetben is, lehet, hogy nem egy boltba, hanem több boltba, de mindent meg tud venni, amire neki szüksége van, és ráadásul olyan minőségben, amire neki szüksége van. Az is drága, de mindennek, aminek magasabb minősége van, és kiskereskedelembe tudod megvenni, az drága, hiszen alap esetben már a gyártótól is drágában jön ki a termékedről. Egy korábbi videóban beszéltem, hogy ez hogy alakul ki, úgyhogy ezt most nem is kezdem el boncolgatni. A lényeg az, hogy ha ilyen terméket veszel, akkor az drága, és nem a saját márkás termék lesz a versenytársa egyik cégnél sem. Sem drogériában, sem nagy kereskedelemben, sem kis kereskedelemben. Tehát ezek mindig úgymond prémium minőségű termékek. Az emberek megveszik, meg kell nekik a minőség. Ezért nem kell nekik MLM-ből vásárolni, mert ő meg tudja venni a boltba is, és azt már ismeri, és ezért szar az értékesítésre koncentrálni, mert ahhoz, hogy egy ismeretlen termékről az ember elhiggye azt, hogy az valóban jó minőségű, és valóban azt nyújtja, amit kell, és ráadásul olyan minőségben, mint amit ő megvásárol, viszont mégis olcsóbban, tehát itt már alapból van egy ellentét, hogy hogyan lehet egy MLM-es termék olcsóbb, ugyanolyan minőségben, mint az, amit ő használ, és drogériában veszi. Ha erre hangsúlyozzuk, egy erre hegyezzük ki a szisztémát, akkor ugye az fog lejönni, hogy mármint az érték, vagy az új érdeklődőnek, hogy hát akkor ő szerinte én hülye vagyok, mert én elmegyek a rossz mamba, és megveszem, amit tudom én, milyen arckrémet 20 pár ezerért, vagy 30 pár ezerért, úgyhogy megvehetném ugyanazt a minőségüktől 16 ezerért mondjuk. Hát akkor ez engem hülyének néz, hogy én oda járok vásárolni, szóval nem hiszem, hogy pillanat. Nem hiszem, hogy jó a munka elején így belegyalogolni másnak a kis lelki világába, hiszen ő azt hiszi, hogy jó terméket használ, ami sok esetben így is van, igaz, hogy drágábban veszi meg, de ő nem is tudja, hogy lehet olcsóban, és nem is érti, miért lehet egy MLM rendszerből magas minőségű termékeket olcsón megvásárolni. Szóval igazából ez nem lesz az a nyomógomb, ami tökéletesen működik. A nyomógomb szerintem, vagy hát szerintünk, az lesz, amikor megmutatjuk neki, hogyha ezeket a termékeket használod, amik mellesleg
egyszermentesek, meg biók, meg ökók, meg vegánok, meg nincsen benne semmilyen, ami neked ártalmas, meg több funkciósak, tehát ezek a mellesleg dolgok, viszont ha ezeket használod, akkor tudok neked pénzt tenni a zsebedbe, és tudok neked jutalékot biztosítani, tudok neked egyre olcsóbb vásárlást biztosítani, és itt már elkezd gondolkodni, hogy az, hogy én mit mondok a termékről az elején, az neki igazából teljesen mindegy, mert szerintem kevés ember csatlakozik azért, mert ő szeretne, mit tudom én, ezt a féle kézkrémet használni, ami nálunk van, vagy szeretne mondjuk ezt a féle grapefruit cseppet használni, ami nálunk van. Mert ez mind-mind megtalálható máshol is. Ez nem lesz az, ami őt vásárlóvá teszi, regisztráció, nem is vásárlóvá, bocsánat, tehát ami őt regisztrációra ösztönzi, és munkatársát teszi konkrétan, bár nálunk nem sok különbség van a vásárló és a munkatárs között, ez meg az építkezési rendszerünknek köszönhető, tehát mi mindenkinek biztosítjuk az olcsóbb vásárlást, de ez egy másik történet. Ez nem az a gomb lesz. Tehát azért, hogy ő innen tudjon vásárolni, és ne kelljen neki elmenni a boltba, az nem az a gomb, ami itt tartja az embereket. Az, hogy talált végre egy normális minőségi terméket, ami bár drága, azt leváltsa egy olcsóbb, de elvileg hasonló minőségű termékre, az megint nem az a gomb lesz, mert az emberek hiúak, tehát ha tetszik, ha nem tetszik, hiúak, úgy gondolják, hogy minden döntésük megfelelő, ami így is van, az adott információknak köszönhetően, ami éppen akkor elérhető számukra, amikor megveszik a terméket. Ha nyújtunk nekik egy új információt, akkor már megváltozik a helyzet. Ha arra hegyezzük ki a hangsúlyt, hogy ő nem fektette be jól a pénzét, és nem gondolkozott jól, és nem volt elég információja, azzal megsértjük a kis lelkivilágát, és abból nem lesz. Sem regisztráló, sem vásárló, sem munkatárs, sem csapattárs. Tehát abból nem lesz közös karrier semmiképpen. Ha megmutatjuk viszont neki azt, hogyha megnézi ezeket a termékeket, kipróbálja őket, és tetszik neki, és 99% hogy tetszeni fog neki, akkor pedig ez persze neki nem kell mondani, tehát ő csak próbálja ki. Akkor pedig tudunk neki pénzt tenni a zsebébe, egy az, hogy jutalékot tudunk biztosítani, a másik pedig az, hogy egyre tudjuk olcsóbban biztosítani számára a termékeket, az már megint egy másik történet. És akkor már igazából már érdeke az, hogy innen vásároljon, és a mi cégünk zsebébe tegye a forgalmát, és ő meg visszaadja neki a jutalékát, hiszen akkor mindenki nyer. Tehát, hogyha ő megkapja a terméket, ami jó minőségű, valóban ezt majd ő eldönti saját maga mellesleg. Tehát nem is szeretek a ilyen mértékben a termékekről beszélni, és nem erre épül a stratégia, hogy mindenkinek adjuk el a mi szuper termékeinket, mert szuper terméket sok helyen tudunk vásárolni. Most meg aztán főleg ugye tömegtermelés, tele vannak a polcok, ezerféle terméket tudsz megvenni a boltba ugyanarra a problémádra, és ezzel már nem lehet operálni. Tehát lehet, hogy 20 évvel ezelőtt még lehetett, amikor még nem volt ez a hatalmas választék, és nem voltak ilyen bazi nagy áruházak, mint mondjuk egy hatalmas Tesco, vagy egy hatalmas Interspar, vagy Aldi, vagy Ocean, vagy bármi, és nem volt 850 féle sampon korpás hajra, akkor nyilván lehetett azzal operálni, hogy van egy faszak samponotok, ami elmulasztja a korpát, tök jó lesz a hajad, esetleg el is kezd tőle egy kicsit nőni, vagy dúsabbnak látszik. Ez akkor még működött. Ma már ezzel a termékpalettával, amivel az ember igazából még a legkisebb boltba is találkozik, az már nem működik. Tehát egy elemet ezt teljesen át kell gondolni, és teljesen másképp kell gondolkodni. Amit csináltak a régiek, az akkor tökéletesen működött, viszont haladni kell a korral, és most már nem működik az értékesítés. Tehát az ember már nem akar venni semmit konkrétan. Ha kimegy az ajtón, kilép, már el akarnak neki adni valamit, és már ki akarják venni a pénzt a zsebéből, és már azon van a hangsúly, hogy elköltse a pénzét. Ha bekapcsolja a hülye tévét, akkor is ez van. Tehát akkor is elkezdik kivenni a pénzt a zsebedből, mert ilyen fájdalom, meg olyan testápoló, meg ilyen tusfürdő, meg olyan sampon, meg megnyíj McDonald's-ba, meg KFC reklám, rendeljél pizzát, milyen jó, hogy otthonról tudsz kaját rendelni. Tehát ezerféle dolog próbálja meg kivenni a pénzt a zsebünkből, és az emberek utálják, ha értékesítenek, mert konkrétan nem tud menni 3 lépést az utcán, vagy nem tud otthon csinálni bármit anélkül, hogy ő neki értékesíteni akarnának valamit, és mindenki az ő pénzére pályázik. Úgyhogy az értékesítés az már egy olyan
ellenszenvet vált ki az emberből, hogy valósággal fölfalaz maga köré egy hatalmas falat, és hogy a mindenki felakad rajta, aki értékesíteni szeretne. Ez van, tehát ebben a világban élünk, mindenki a profitra megy, mindenki arra megy, hogy minél több vásárlója legyen, ezt valahogy el kell érni. Normális esetben ezt így érik el a cégek, reklámmal, reklámfelületet vásárolnak, reklámidőt vásárolnak tévébe vagy rádióba, Facebookon hirdetéseket adnak föl, a Google-ben hirdetéseket adnak föl, bárhova mész, mindenhol reklámmal fogsz találkozni. Egy MLM meg még mindig arról szól, hogy te személyesen mondd el az embereknek azt, hogy te mivel foglalkozol, hogy ez neked milyen előnyökkel jár, és mutasd meg nekik, hogy hogyan tudnak ebből pénzt keresni. De az értékesítést ki kell hagyni az egész szisztémából, én sem értékesítek, a párom sem értékesít, vannak vásárlóink természetesen, mert mondjuk ő bevitte a munkahelyére a, mit tudom én, a kézkrémet, és azóta mindenki ilyen kézkrémet használ a munkahelyén, de ezt sokféle termékről el lehet mondani, tehát vannak vásárlóink, csak nem fókuszálunk arra, hogy minél több vásárlót szerezzünk, vagy például itt a házban is van egy néni, aki a mi krémünket használja ízületi fájdalomra, mert hogy a csípője az romokban van, és már protézise van, meg mit tudom én, de nem működik normálisan, és kikiakad, meg fáj neki folyamatosan, egyszer adtunk neki egy krémet, nem is egyet igazából, mert csak egy icipici volt a tupusnak az alján, azóta minden hónapban vásárol. Nem azért adtuk neki, hogy vásároljon terméket, hanem azért adtuk neki, hogy segítsünk, de nyilván, hogyha már továbbra is tudok segíteni, akkor már én is jól járok, mert megveszem neki a kis havi adagját, és akkor ő azt elhasználja egész hónapban. Nekem pontom, pénzem van belőle, ő meg használja jó terméket, ezt ágában nincsen regisztrálni, meg nem is lesz később se. De igazából tökéletesen működik maga a szisztéma. És mi az MLM-et azt a csapatépítésre hegyeztük ki. Egy olyan egyedi stratégiát dolgoztunk ki, amivel mindenkinek épül a csapata, mert ugyanolyan fontos számunkra az, hogyha van egy ilyen belső vásárló regisztrációval, vagy pedig munkatársak jönnek. Ha belső vásárló jön, akkor tudjuk megtartani, hogyha egyre nagyobb kedvezményeket tudunk neki biztosítani. Persze ennek van egy felső határa, ehhez regisztrálni kell a rendszerbe, és onnantól kezdve tudjuk neki azt mondani, hogy használd innen a cuccokat, hogyha szeretnél, akkor többet használj, ha nem szeretnél, és mondjuk csak egy problémára keresnél megoldást, legyen az hajhullás például, vagy ekcéma, vagy striáknak az eltüntetése, vagy izületi fájdalom, vagy viszeres a lábad, vagy a kezed, vagy bármid, ezeket szeretnéd eltüntetni, akkor én meg tudom mutatni azt, hogy milyen terméket használj rá, nyilván. Ha használod, használod, ha nem, nem. Ha viszont használod, akkor én egyre olcsóbban tudom neked adni. Nem kell csinálnod érte semmit, megveszed a terméket minden hónapban, én meg megoldom neked azt, hogy te ezt egyre olcsóbban tud megvenni. Így van neki érdeke itt maradni nálunk, és ezeket a termékeket használni. Lehet, hogy a későbbiekben elkezd velünk együtt dolgozni, lehet, hogy a későbbiekben kipróbál ezer másféle terméket, ami megtalálható a webshopban, nekem teljesen mindegy, ő maradjon itt, legyen egy hosszú távú bevételi forrása a cégnek, és azért én jutalékot fogok kapni. Ő egyre olcsóbban tud vásárolni, én meg jutalékot kapok, a cégnek meg bevétele van. Páf. Amúgy ő is jogosult jutalékra, hogyha szeretné, akkor azt is ki tudja venni. Szóval nem az értékesítésre kell koncentrálni, és tudom, hogy sokan vagytok itt, hogy visszakanyarodjak a videó elejére, így a videó végén, tehát sokan vagytok itt, akik csalódtatok MLM rendszerben, sokan vagytok itt, akik átvágva érzitek magatokat, teljesen joggal mellesleg, mert nem azt nyújtotta a rendszer, nem azt nyújtotta a cég, meg a felső vonal, amit szeretett volna, és én pont nektek szeretném megmutatni azt, hogy ezt lehet másképp is csinálni, ezt lehet normálisan, dinamikusan, lényegében automatikusan épülő csapattal, normális termék háttérrel, és csak a munkára fókuszálva, tehát nem a vásárlókra, nem az értékesítésre, nem a vásárlói kör kialakítására, ez mind-mind humbug, mind-mind másodlagos. A lényeg az, hogy munkatársaid legyenek, hiszen ha munkatársad van, akkor sokkal gyorsabban fog épülni a csapat, és mint mondtam, meg tudjuk neked oldani azt, hogy ez a csapat ez automatikusan épüljön. Ez lehet, hogy elsőre nagynak hangzik, meg kamunak hangzik, de beszélgessünk erről egy kicsit, és nagyon szívesen megmutatom, hogy mire is gondolok pontosan, és hogy miért merem azt mondani, hogy vállaljuk azt, hogy automatikusan fog épülni a csapat alattad. Tökéletesen működik a rendszer amúgy. Erről tudok egy példát mondani, remélem majd kommentel ide a videó alá. Januárban kezdett el a hölgy velünk dolgozni,
decemberben regisztrált, de januárban kezdett el velünk a hölgy dolgozni. Három embert hozott januárban, három saját regisztrálója volt, és mégis 22 fővel nőtt a csapata. Hát ezt jelenti azt, amikor automatikusan épül a csapat. És ezt meg tudjuk oldani bárkinek. Tehát az a lényeg számunkra, hogy mindenki tudjon haladni, mindenki egyre sikeresebb legyen, és folyamatosan lehessen haladni magában a rendszerben, a szisztémában, olcsóbban tudjál vásárolni, jutalékot tudjál fölvenni. Úgyhogy ide keressük az embereket, és azt tűztük ki célra idén, hogy összerakunk egy 10 000 fős csapatot, ez az egyik. Hogyha így haladunk, akkor ezt nagyon-nagyon sokkal fogjuk túllépni, pont a négyszeresével. Ehhez persze tartani kell a lépést, tehát ez egy magasra tett cél, de hát kicsit álmodni nem érdemes, nagyon érdemes. A másik pedig az, hogy megmutassuk az embereknek, hogy az MLM az egy jó dolog, és tényleg valóban az egy zseniálisan, nagyon-nagyon egyszerűen működő és működtethető történet, csak nagyon rossz irányba ment el. És ez viszont már nem egy jó dolog, amikor elrontanak igazából egy tökéletesen működő és tökéletesen kitalált rendszert, úgyhogy ez a célja a csoportnak, ez a célja a munkánknak, hogy megmutassuk azt, hogy lehet ezt másképp is csinálni. Ugye ezért a csatorna neve az, hogy a saját szemszögemből, mert ezeket mi látjuk így, és nem találkoztunk még ilyennel, még a saját felső vonalunkban sem. De hát nincs ezzel semmi gond, mindenki úgy dolgozik, ahogy akar, ezért hívják MLM-nek. És ezt megmutassuk az embereknek, és összehozunk egy hatalmas csapatot, ahol mindenki pénzt keres, mindenki tud olcsón vásárolni, mindenki sporol a kiadásain, és mindenki boldog, és mindenki ösztökélt arra, hogy itt tudjon maradni a rendszerben, és innen vásároljon, ezáltal a cégnek forgalmat generál, a forgalomból meg a cég visszahozja jutalékot. Piszkosul egyszerű a dolog, a részleteket elmondom privátban. Legyen szép napotok, sziasztok!